Biztosította az ország energiaellátása, erről számolt be Gulyás Gergely miniszter a mai kormányinfon. Továbbá szó esett a gázárszabályok változásáról is, erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Egész évben használható új szabadtéri medence épül a Budai úti fürdőben. 5 új pihenőpaddal bővült a fürdőtó környéke, a padokat Jung Gábor készítette. És soha ne utaljunk előre, sok a tűzifával kereskedő csaló az interneten. A Városi Televízió keddi híradóját látják, jó estét kívánok! Biztosított az ország energiaellátása, erről számolt be Gulyás Gergely miniszter a mai kormányinfon. A gázár szabályok változásáról is szó esett, hiszen a földgáz fűtőértéke nem minden esetben azonos. A fűtőértéket 63.645 megazsúlban állapították meg. Rendkívüli kormányinfon számolt be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a gázár szabályok legújabb változásáról. A kormány mai ülésén újra áttekintették az ország áram- és gázellátását. A miniszter a kormányinfón úgy fogalmazott. Meglátásuk szerint mind a gáz, mind az áram tekintetében megnyugtató a helyzet. A stratégiai tartalékok bővítéséről folyamatosan tárgyalnak, és bár folyamatosan emelkednek az energiaárak, az átlagfogyasztás erejéig a rezsicsökkentett árakat tudják biztosítani a lakosság számára. A földgáz esetében a különböző helyekről beszerzett szállítmányok nem azonos minőségűek, a fűtőértékük változó. A kormány most arról döntött, hogy függetlenül a fűtőértéktől minden háztartás részesüljön a kedvezményes fogyasztásból. Éppen ezért most 63.645 megazsúlban állapították meg a fűtőértéket. Eddig a határ 59.000 megazsúlban volt. Az ezt szabályozó rendelet még ma megjelenik, mondta Gulyás Gergely. Új szabadtéri medence épül a Budai úti fürdőben. A kivitelező tegnap vonult fel, és elkezdődött a medence test kialakítása. Egész évben lehet majd használni az új 100 négyzetméteres medencét. Télen meleg gyógyvízzel töltik fel, nyáron pedig hidegvizes családi medenceként funkcionál majd 2023 tavaszától. Ma délelőtt is dolgoztak a Budai úti fürdőben az új medence kialakításán. Itt a tavaly ilyenkor átadott medencétől néhány lépésre alakítják ki az új 100 négyzetméteres medencét. Az első medencénk beváltotta az összes hozzáfűzött reményünket, így vágtunk bele a második medence építésébe is. A jelenleg mögöttünk látható medence gépészete a gépházban már teljesen készen van. A kivitelező tegnap vonult fel, és elkezdték a medencetest kialakítását. Korszerű technológiával működik majd, és egész évben lehet használni az új medencét. Télen gyógyvizes ürőmedenceként, nyáron pedig hidegvizes családi medenceként funkcionál majd. A vízfelület bővítése még több vendéget vonz majd a ceglédi fürdőbe, és ezáltal a bevétel is nőhet. A most épülő medencénktől azt várjuk, ugye, amit az előző, a tavaly átadott medencénk elindított folyamatot fogja folytatni, miszerint egyre több vendéget tudunk fogadni, ezáltal a saját bevételünk aránya tud növekedni az önkormányzati támogatáshoz képest, ami hosszú távon reményeink szerint elérjük azt a célt, hogy az önkormányzati finanszírozást ki tudjuk szorítani a mindennapos működésünkből. Nem mellékesen a megemelkedett energiaköltségek kigazdálkodásába is besegít majd a fejlesztéssel együtt járó bevétel növekedés, tette hozzá Szűcs Ádám. Az új medence jövő tavaszra biztosan elkészül. A beruházás mintegy 110 millió forintos költségének felét az önkormányzat biztosítja, felét pedig a fürdő saját költségvetéséből gazdálkodja ki. A medence építési területét kerítéssel választották el, így a munkák idején a vendégek zavartalanul élvezhetik a fürdőzést. 5 új pihenőpaddal bővült a fürdőtó környéke. Az ülő alkalmatosságokat Jung Gábor készítette el, és a Várva Kft. Munkatársai helyezték ki. A Budai úti fürdőkomplexumnál futókör, szabadtéri kondipark és hamarosan BMX pálya is várja a sportolni vágyókat. 5 új padot helyeztek ki a Budai úti fürdőnél lévő tóhoz. Egyet a kalandpark bejáratánál található stég közelében, 2 a játszótérnél, 2 pedig a szabadtéri kondipark közelében.
Az 5 pihenőpadot Jung Gábor készítette el, és a Várva Kft. Munkatársai helyezték ki. Jung Gábor pályázatot nyújtott be még korábban az önkormányzat civil keretéhez, így nyílt lehetőség, hogy elkészítse a pihenőpadokat. A fürdőtó környéke egyre szebb, és egyre többeket vonza a gyönyörű környezet, valamint a sportolási lehetőség miatt. Sokan járnak ide futni, kerékpározni, edzeni, és alig több mint 2 hét múlva egy új BMX pályát is átadnak a mozgás szerelmeseinek. Állami kitüntetést, ezüst érdemkeresztet vehetett át augusztus 20-a alkalmából Írházi Emőke, a Ceglédi Szakképzési Centrum Ungvári László Vendéglátóipari Technikum és Szakképzőiskola nyugdíjba vonuló igazgatóhelyettese. A Pesti Vigadóban vehette át a kiváló pedagógus a rangos elismerést. Március 15-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerését vehette át, most pedig augusztus 20-a alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést is átvehette Írházi Emőke. A Ceglédi Szakképzési Centrum Ungvári László Vendéglátóipari Technikum és Szakképzőiskola nyugdíjba vonuló igazgatóhelyettesét Novák Katalin köztársasági elnök tüntette ki az elismeréssel. A kiváló pedagógusnak Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, és Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár adta át a kitüntetést a Pesti Vigadóban. Akár több százezer forint kár is keletkezhet, ha nem megbízható kereskedőtől és előre utalással vásárol valaki tűzifát. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy előre semmiképp se fizessenek a tűzifáért, még előleget sem, csak akkor fizessenek, amikor már náluk van a fa és látják a mennyiséget, illetve a minőséget. Ismét megszaporodtak az online csalások, most éppen azok a magukat fakereskedőknek kiadó személyek jelennek meg egyre többen, akik viszonylag olcsón kínálják a tüzelőanyagot, előre elutaltatják annak árát, csak éppen a fa nem érkezik meg a megrendelőhöz, vagy nem olyan, vagy nem annyi. Nagyon kérnék mindenkit, hogy interneten keresztül úgy ne rendeljen senki se tűzifát, hogy előre kérik az átutalás, és akkor át is utalja az összeget, több 100 000 forintokról van szó. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a tűzifát majd akkor ki, hogyha ténylegesen átvették, és megnézték, hogy mekkora mennyiségű fa jött, és milyen a minősége, és ezt követően lehet csak kifizetni. Előleként senkinek nem szabad adni, még akkor sem, hogyha nagyon kecsegtető az ajánlat, hiszen lehet, hogy pont ez a lényeg, hogy olyan jó az ajánlat, hogy lehetőleg bele se belecsapni valakit. Cegléden is a térségben is előfordultak hasonló esetek, de online az ország egész területén átvághatnak sajnos bárkit. Gyakorlatilag ennek már nincs határa, hiszen, mint ahogy az előbb említettem, ez online csalásról beszélünk. Szinte mindegy, hogy az ember egy külterületi tanyás ingatlanban él, vagy a városban, belvárosban lakik. Általában a kertes családi házakat érintik, a emeletes házakban nem megoldott a fatüzelés. Viszont mondom, az interneten keresztül a nagyon kedvező árusokat, azokat érdemes nyomon követni, és nem árt egy kicsit rosszóval mondva, de rágooglizni az eladóra. Lehet, hogy már van egy pár olyan beírás, ami azt jelzi, hogy vigyázni kell vele. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy csak megbízható, ismerősök, rokonok által ajánlott kereskedőtől vásároljanak. A családtagok segítsék az idős hozzátartozóikat a rendelésben. A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb áru ajánlatokat pedig kezeljék fenntartással. Ha mégis bűncselekmény áldozatává váltak, a legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon. Cegléd Bercelen tartotta meg a kezdők és bajnokok vízi és mezei versenyét az Országos Vizsla Klub. A rangos megmérettetés házigazdája a Turul Vadász Társaság volt. 24 kutya és gazdája mutatta be, mennyire képzettek és gyakorlottak, nem csak a vad elejtésében, de annak megtalálásában is. Az Országos Vizsla Klub elnöke ifjabb Tauber István köszöntötte elsőként a kezdők és bajnokok kupája vízi és mezei verseny 2- és 4-lábú versenyzőit Cegléd Belcelen. Majd természetesen Kürtszó indította útjára a megmérettetést. Ez legalább annyira fontos momentum, mint maga a verseny. A régi világban, mivel nem voltak technikai eszközök, így a vadászkürtöt használták a vadászatok irányítására. Pontosan tudta minden hajtó, minden vadász, hogy az a vadászkürt szignál, vagy az a kis kürt szólam, az mit jelent. Hogy most megáll a hajtás, indul a hajtás, jobbra húzódj, balra húzódj. Ma már ennek nincs jelentősége, inkább a terítékeknél, vadászati ünnepségeknél,
temetéseken fújjuk a kürtöt. A kürt szó most 24 kutyának és vezetőjének szólt. Vízen és mezőn bizonyították, emberek és állatok tudják, mi a teendő a vadászat során előforduló helyzetekben. Alapvetően, ha a vizslák munkáról beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy van egy lövés előtti fázisa. Ez jelesül a mezei keresés munkában mutatkozik meg. A kutyáktól azt várjuk, hogy egy szisztematikusan megfelelő fajtának megfelelő és a fajtától elvárt stílusban, módon keresse le, egy találni akarás szeretnénk látni, tehát hogy magyarul egy vadászat során a fegyver a vadász előtt levő területet keresse le úgy a kutya, és jelezze a vadásznak az ott rejtőzködő apró vadat. Tulajdonképpen erről szól a mező egynek nevezett feladat. Ez pedig a remények szerint az úgynevezett vadmegállás követi, amikor a kutya jelzi a vadász számára, hol rejtőzködik az apró vad. De az is a vizslák feladata, hogy az elmenekült vagy messzebb leesett lőtt vadat nem csak hogy megtalálják, a vadász elé is hozzák. Vagy éppen a sebzett vad nyomát követve találják meg a zsákmányt, adott esetben a levegőbe szimatolva tudják meghatározni, hol találják meg az apró vadat. Sok feladat, sok munka. Fábián Péter és 4,5 éves vizslája is igyekezett legjobb tudását megmutatni a versenyen. Péter elmondta, nem ez az első versenye, de mindig ugyanúgy izgul, mintha az első lenne. És hogy miért lett vadász, arra egyszerű a válasz. Alapvetően a természet közelsége, illetve az állatok szeretete, bárki bármit gondol a vadászokról, a vadászok szeretik az állatokat, és gyakorlatilag a kutyázás is ebből adódott. 2006-ban kezdtem el vadászni, előtte is már nagyon sokat jártam ki vadászokkal, és vadászok között voltam, és időközben megtetszett a vadászkutyázás, most meg már gyakorlatilag többet kutyázok, mint vadászok. A verseny házigazdája a Ceglédbelceli Turulvadász Társaság volt. Fontos és megtisztelő feladat volt ez számukra, és egy újabb alkalom, hogy felhívják a figyelmet arra, miért is fontos, hasznos és szép a vadászat. Annak ellenére, amit a hangos kisebbség akar közvetíteni több fórumon, mondta a Ceglédbelceli Turulvadász Társaság elnöke. A közönségnek tisztában kell lennie azzal, hogy a deviáns esetektől és az egyedi esetektől eltérően tulajdonképpen a környezetvédelem és a vadásztársadalom ugyanazt szeretné. Ugyanazon célok mellett karöltve küzdünk, hiszen a vadásztársadalomnak, a vadászoknak érdeke az, hogy a biodiverzitást minél hosszabban fenntartsuk és megőrizzük az utókornak. Fontos felhívni a figyelmet azokra a társadalmi egységekre, akik időt, pénzt, energiát nem kímélve tesznek a környezetvédelem ügyéért, és ilyen a vadászok közössége is, mondta Sipeki Zsolt. Maradjanak velünk, híradónk után Háttér című magazin műsorunkat láthatják, benne vendégünk Sági Anikó, a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója. Ezek voltak legfrissebb híreink, híradóval legközelebb holnap várom Önöket, viszontlátásra!